A tetőtér beépítésének köszönhetően duplájára nőtt az épület nagysága. Itt az emeleti helyiségekben ezen túl a felnőtt orvosi rendelő működik majd, a földszint pedig a gyermekorvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak ad helyet. A felújítási munkálatok során nagy hangsúlyt fektettek az épület korszerű és költséghatékony működtetésére, mondja a kivitelezést végző cég vezetője. Új hőszigetelőrendszer készült, valósult meg az épületen, illetve nyilázárokat cseréltünk, ami ráadásul három rétegüveg nyilázárokat valósított, illetve építettünk be, ezzel lényegesen javítva a hőháztartását az épületnek. A város polgármestere szerint az öreghegyi betegek mostantól minőségi egészségügyi ellátásban részesülhetnek, hiszen ez a rendelő nem csak külső megújításon esett át. A most beszerzett új orvosi eszközök is a korszerű ellátást szolgálják. Nagyon fontos lépés volt a Salló utcai rendelőintézet felújítása, ezt követte most az öreghegyi rendelőintézet, és hát tudjuk, hogy lesz még feladat, hiszen van a városban még olyan rendelőintézet, amit meg kell és be kell fejezni, vagy éppen fel kell újítani. A városrész egyik önkormányzati képviselője szerint az itt élők régóta várták már a felújítást, de Horváth Miklós Csaba úgy véli, hogy a bővítésre is nagy szükség volt. Több mint 10 évvel ezelőtt vetődött föl, hogy jó lenne egy a felújításon kívül egy bővítés is, mivel öreghelyi lakossága növekedett. Az utóbbi 20-25 évben azért nőttek ki egymás után a családi házak, és hála Isten szaporodott a gyereklétszám is. Östör Anna Mária szerint mostanra mindenki elégedett a rendelő állapotával. Ez nagy öröm, remélem minden öreghegyinek, minden itt dolgozónak, mindenkinek, aki erre büszke lehet, erre az épületre. A beruházás összesen több mint 90 millió forintba került, amelyet az új Széchenyi tervben nyert pályázati támogatásból és a város költségvetéséből finanszíroztak. A felújítás közben az épület teljes akadálymentesítését is elvégezték a szakemberek. Az intézményben a betegforgalom szeptember 3-án kezdődik meg.